egy mikrofonunk alszik, de mindjárt felélesztik, és akkor utána el is kezdjük az előadást, ami igazándiból arról fog szólni, nem tudom, hogy közületek mennyit jártok hazai rendezvényekre. Tegye fel a kezét, aki ugye elég sokat jár mindenfajta rendezvényre itthon, legyen az Play It, egyéb rendezvény, egy emberünk van itt a szélen. Ennyire nem jár más rendezvényekre, vagy csak nem vagytok lelkesek és interaktívak. Na, ott helyes, na, látjátok, interaktivitás problémák vannak itt. Szóval, amiről az előadásunk majd szólni fog, mihelyt meggyógyítják a másik mikrofonunkat. Ugye voltak mostani cosplay versenyen egy zsűritagunk, aki nem máshonnan érkezett, mint Oroszországból. És hát ugye Oroszországról nem sok mindent tudunk a rendezvényeikről, tehát nem sokat hallunk, ennek főleg valószínűleg az az oka, hogy az írás ugye más, tehát nem olvasunk cikkeket, nem tudjuk, milyen ott a cosplay, nem tudjuk, milyenek ott a rendezvények, ezért arra gondoltunk, hogy ha már ugye itt van ez a vendégünk, akkor mesélhetne arról, hogy a hazájában hogyan is néznek ki ezek a rendezvények. Van mikrofonunk, szuper! Akkor szeretném, ha egy nagy tapssal köszöntenétek Felidát Oroszországból. És aki majd bemutatja nektek, hogy milyen is Oroszországban a cosplay és a cosplayers közösség, illetve a rendezvények. Well, first of all, hello, ladies and gentlemen. I'm extremely glad that you came here. And well, let me introduce myself. My name is Felide, and I'm from the city of Moscow, Russia, and I'm a cosplayer. I will translate. Okay. Szóval igazából szeret, nagyon örül annak, hogy itt lehet, és ugye bemutatkozott nektek, hogy Felidének hívják, Moszkvából érkezett, Oroszországból, és nagyon örül, hogy itt van velünk. And this is my first time in here in Hungary, and I'm so excited to be here, and I really love cosplay in Hungary, and you people, you're all amazing. Most először jár Magyarországon, nagyon-nagyon tetszik neki a magyar cosplay, nagyon örül, hogy láthatja a magyar cosplayeseket, és tényleg abszolút fantasztikusnak találja őket. But while I'm in the process of getting to know your cosplay community, I would like to introduce you to mine. Ő is most azon van, hogy megismerje az európai cosplay kultúrát, és ezért ő meg ugye megismerni a miénket, és ezért cserébe ő szeretné bemutatni az ő kultúrájukat. So we have a really huge community in Russia, as Russia is a big, very big country, and it is sorted to groups of people. As a large country, we have like spare groups in different parts of the country. Tehát ugye, mint tudjátok, valószínűleg ugye Oroszország hatalmas nagy ország, és ebből adódik, hogy maga a közösség is nagyon-nagyon nagy, és Oroszországban főleg csoportokra bomlanak ezek a cosplayes közösségek. So, for example, we have a community from Siberia, and these guys don't usually come to the Western region, and they also have their own Comic-Con, like Comic-Con Siberia, and the guys from the Far East, they usually hang out in Asian festivals and never get to the Western region. Szóval ugye, ahogy az ország maga is régiókra tagolódik, ezek a cosplayes csoportok is, illetve közösségek is régiókra tagolódnak. Ugye vannak például a szibériai közösségek, nekik megvan a saját komikonjuk, például ugye a Szibéria Comic-Con, akik a keleti területeken vannak, ők például nagyon sokat tudnak utazni a keleti országok rendezvényeire. Tehát most akár például, tehát bármelyik keleti országot veszük alapul. The Western community, the largest community, actually consists mostly from cosplayers from Moscow and from St. Petersburg, and we have located all the biggest festivals of Russia in our region. Tehát a legnagyobb közösség az igazándiból nyugaton van. Ugye, mint tudjátok, Oroszország nyugati részén található a fővárosa, tehát például Moszkva, egy másik nagyon nagy város, ugye Szentpétervár, és ez jelenti lényegében Oroszországnak a legnagyobb közösségét, ami a cosplayt illeti. Rengeteg cosplayes van ebben az ország részben.
Yeah, and the most famous and notorious cosplay competitions, festivals and conventions are Igramir, the Comic-Con Russia, AVA Expo, StarCon, Comic-Con St. Petersburg, etc., etc. We have like plenty of festivals. Igen, tehát felsorolt most nagy, pár nagy-nagy rendezvény nevet, tehát azt kell tudni még erről az ország részről, hogy itt vannak a legnagyobb orosz rendezvények, tehát ilyen komikkonok és különböző tematikájú hasonló rendezvények. Most nem sorolom fel újra azokat a neveket, amiket felsoroltad, de lényegében ezek a legnagyobbak az országban. Pillanat, meghalt a kivetítőn. Okay, just try to, because the project is there, so okay, it's not okay, working, okay. Just try that. So, these are great festivals, and the cosplay is one of the main topics on these conventions, and it's a great part of every exhibition in Russia. A cosplay az egy nagyon-nagyon fontos részét képezi a rendezvényeknek, tehát rettenetesen felkapott, ezért általában mindig központi szerepet kap Oroszországban ezeken a rendezvényeken. So my favorite, personally my favorite festival is Igramir, because it has the same topic as Play IT has, so it's mainly games. But there is also much cosplay, so well, that's all for now. The kedvenc rendezvénye Igromir? Igromir? The name of the festival. Igromir. Igromir? Igromir. Yep. So ez a kedvenc rendezvénye ebben a régióban, nagyon-nagyon hasonlít a Play IT-hoz tematikájában, tehát főleg játékokról szól, de bocsánat, túl sokat beszéltem ma. Hoztak nekem valami vizet? Nem, bocsánat, mert végig konferáltam most már a versenyt, meg így az egész délelőttet végig zsűriztük, most kezdek meghalni. Szóval a lényeg az, hogy nagyon hasonlít a Play-hez, és nagyon-nagyon sok cosplay-esük van. So to become a participant of this festival, my favorite, I mean the Igramir, you have to go through tough competition. And every cosplayer in Russia wants to be a participant of this exhibition, nevertheless we don't have any contest on this festival. So if you become a participant of Igramir, it is a privilege, and this is a sign of honor which every Russian cosplayer wants to receive. So ez az Igramir rendezvény azért is rettenetesen érdekes, mert a cosplay versenyére csak úgy lehet bejutni. I'm sorry, how can you get in there, in the competition? You just send the application and wait so for a decision. Yes. Yeah, it's a selection from the whole society of Russia, like cosplay society. Szóval igazándiból, hogy ki juthat be erre a versenyre, és ki nem, tehát ez egy hatalmas nagy verseny, az lényegében a maga a cosplayes közösség dönti el, tehát egész Oroszország. Köszönöm szépen. Ezért, ugye mivel ez a közösség dönt, nem mindenki, sőt, hát a rengeteg cosplayers közül ugye nem mindenki kerül be, ezért a cosplayerseknek ez egy hatalmas nagy dicsőség és megtiszteltetés, hogy bejutnak ennek a rendezvénynek a cosplay versenyére, és már ez önmagában tényleg majdnem, hogy egy nyeremény nekik, hogy ott színpadra léphetnek. But nevertheless, the cosplay life doesn't stop only in Moscow and St. Petersburg. And we have a large variety of other festivals which are held in different parts of the country. And we have like very notorious festivals that choose cosplayers for international cosplay competitions like Euro Cosplay or World Cosplay Summit. Tehát ugye, ahogy mondta is, a cosplayes élet nem csak Moszkvánál és Szentpétervárnál áll meg, rengeteg más rendezvényük van, amik viszont már például nemzetközi selejtezőket, illetve válogatókat is tartanak.
ugye mint nem tudom mennyire követitek az Eurocosplay-t, ugye ez egy európai döntő úgymond, ennek része Oroszország is, tehát választanak például Eurocosplay győztest is, de vannak olyan rendezvények, akik például azt választják ki, hogy mely cosplayesek juthatnak ki a World Cosplay Summitra, amit viszont Japánban tartanak például. The culture of cosplay in Russia is slightly different from the European one. We don't have materials to make costumes, like Warbler, for example, but Russian cosplayers are very smart people because they can actually make cosplays from improvised materials. Tehát az orosz cosplayeseknek nem teljesen ugyanaz a, tehát nem teljesen ugyanazokból az alapanyagokból dolgoznak, tehát náluk például nincsen Warbler, de mondjuk úgy, hogy nagyon találékonyak az orosz cosplayesek, tehát szinte bármiből tudnak cosplayt készíteni. Because of this, we started to produce and use our analogs to materials like Warbler. So we have our small Bubble Star. I think Bubble Star. I hear. Yeah, Bubble Star and PET, for example. This is like transparent Warbler, but it's not Warbler at all. So and we are very grateful and we really love people who invented these materials because. With these materials, the life of Russian cosplayers has become much easier. Tehát ugye nekik nincs, ahogy mondta is, nekik nincsen Warblájuk például, viszont rengeteg más alapanyaguk létezik, ami nagyon hasonló tulajdonsággal rendelkezik, mint amiből például a magyar vagy az európai cosplayersek is dolgoznak, és ők rettenetesen hálásak azoknak, akik feltalálják úgymond ezeket az alapanyagokat, mert nagyon-nagyon megkönnyíti az orosz cosplayersek életét. So, in general, Russian cosplayers are very diligent and hard-working people. We responsibly approach the choosing of the character. We love to choose good fabrics and we spend a lot of time creating costume. And the result is always pleasing. And there are some, there are a lot of talented guys in Russia and you can see some of them on the screen right now. Az orosz cosplayesek rettenetesen, tehát hogyha kiválasztanak egy karaktert, és azt mondják, hogy ezt a karaktert meg fogják csinálni, ők nagyon szorgalmasak, nagyon odaadóak, rettenetesen körültekintően választják ki az alapanyagokat, anyagokat, tehát mindent megtesznek azért, hogy az a jelmez, az tényleg nagyon komolyan nézzen ki. But I have a question here then. When you go in Hungarian conventions, there are many people who just make small costumes, or like cat ears, only cat ears, for example. So how is it in Russia? Are there people, are there only serious cosplayers, or are there like half cosplays too? Well, as years pass by, we have like more and more people who want to make really difficult costumes. So if you come to any of Russian convents, you would probably you wouldn't probably see any cat ears or something like that because, like, as we say, like as the life is tough, the cosplay must be tough. So and we have like a competition in our community. Or like I may call it a game. So who made the toughest costume? Who suffered the most? So amit én szerettem volna tudni, ugye nálunk látjátok, hogy nagyon sokan vesznek fel mondjuk cicafüleket, vagy bármilyen a kis apróságot, tehát hogy nincs olyan, hogy mondjuk. Tehát mondjuk, hogy félig van valaki cosplayben, viszont Oroszországban így azt szerettem volna tudni, hogy ez hogy van. És hát ő azt mondta, hogy náluk ilyen nem igazán van. Tehát ott vagy valaki cosplayezik, vagy nem. Ugyanis a cosplayesek egymás között szinte még versenyeznek is, hogy ki az, aki a legnehezebb jelmezt készítette. Tehát igazániból kiszenvedett a legtöbbet. Probably I should also say a few words about cosplay photoshoots. Because shooting in Russia is one of the most important aspects of the quality of your cosplay.
Szóval szeretnénk egy pár szót ejteni, tehát nem csak a rendezvényekről, hanem Oroszországban rettenetesen fontosak például a fotózások. Mert a fotózás egy nagyon fontos része annak, hogy bemutassa valaki, illetve dokumentálja valaki, hogy mennyire jó jelmezt készített, tehát ennek is meg kell adni a módját. We have a lot of photo studios that provide us with the interiors, especially for cosplay shots. So, and some people being satiated with the shots or in his home country, his hometown, I'm sorry, go to the other and just to make new photos of cosplay in the new environment. Szóval igazándiból, amit én nagyon irigylek tőlük egyébként, hogy külön olyan fotostúdiók vannak, akik cosplayesekre specializálódnak, tehát nem úgy, mint ugye idehaza nálunk, maximum olyan műtermeket lehet találni, akik sima modellfotózással foglalkoznak, de náluk kimondottan építenek arra a fotostúdiók, hogy ott a cosplayesek fognak menni, és tényleg, tehát rengeteg cosplayes elmegy erre, sőt, elég sokat hajlandóak utazni azért, hogy a megfelelő jelmezt tényleg a megfelelő helyen fotózzák, tehát ami illik ahhoz a karakterhez. Some people also prefer to shoot the cosplay, their cosplay in the street or somewhere outside, but well, I don't understand these people much. I personally prefer shooting in the studio because I like warmth and comfort. Tehát vannak közöttük olyanok, akik úgy döntenek, hogy mondjuk az utcán vagy odakint fotóznak. Őket ő például annyira nem tudja megérteni, mert ugye náluk, mivel tényleg vannak ilyen stúdiók, ez abszolút kényelmes, és sokkal jobb eredményt lehet szerintük elérni ezzel. We actually envy you because of those studios. We want studios like that. There is also lots of cosplay photographers that will always help you to decide which studio to choose and which environment to use. Yeah. Van nagyon sok fotósuk, és ezek a fotósok mindig segítenek a cosplayeseknek, hogy melyik fotostúdióba kellene menni, illetve hogy milyen környezetbe fotózzák az adott karaktert. These guys are really masters of their work, and well, they probably can do anything. They can make all your cosplay desires come true. Ezek rettenetesen tehetségesek ezek az emberek, tehát ugye ahogy a cosplayesek is, úgy a fotósok is, és tényleg abszolút fantasztikus módon jelenítik meg fotókon ezeket a ruhákat. They can turn a simple photo from the festival in the work of art, as I can show you on the screen now. Igen, tehát ahogy látjátok is, hogy egy rendezvényfotóból alakítottak át végül egy végső képet, tehát ezek a fotósok olyan messzire elmennek, hogy tényleg egy sima rendezvényfotóból egy művészeti alkotást készítenek. And this is completely free. És ezt abszolút ingyenesen csinálják. And if it is this is the result of the ordinary cosplay shot from the festival, you just can imagine how this will work if you make a professional shooting in the studio. Tehát így azt szeretné, hogy megértsétek ezekből a képekből például, hogy gondoljatok bele abba, hogyha ezt egy rendezvényfotóból megcsinálja ott egy ilyen fotós, akkor milyen eredmények születnek például a fotostúdiós képekből, ahol még egy komoly felszerelés is társul emellé. Yeah, and I brought you three guys which I can see that the best, I think, and they are really worth your attention. This is yeah. Is it the best photographers or cosplayers? Yes. Photographers. This is the best photographers. Mm-hmm. So, szeretném megmutatni nektek ezeket a képeket, mert úgy gondolja, hogy például az a három fotós, aki ezeket a képeket készítette, ez a kimondott mestermunkák. Ők igazándiból a legjobb fotósoknak számító emberek kint Oroszországban. Tehát látjátok, hogy abszolút csodálatos képeket, és igazándiból igazi műalkotásokat készítenek egy abszolút normál fotóból. And I think that's you in the middle. Yes. Igen, tehát yes, őt látjátok me. Középen. That's actually the six of me. Oh, akkor még jobb. Igazándiból mind az összes képen ő van. Well,
I think that's how we approach now to the logical conclusion of my panel and the short introduction to Russian cosplay. I want to say a few words in general, and then we can make a question here. Yeah. So we have a very cheerful and friendly atmosphere among the cosplayers and community, and we are we support and support works of each other and support each other. And we are always glad to see new faces within the community. So come and visit us one day, and you yourselves can see how the magic of Russian cosplay works. Tehát a maga az orosz cosplayes közösség az egy rettentesen vidám közösség, tehát barátságosak az emberek, és egyébként segítik is egymást a cosplayesek. Ezért ő is arra biztat titeket, hogy szeretnek új arcokat is látni, tehát vegyétek nyugodtan a bátorságot, és egyszer utazzatok el Oroszországba egy ilyen rendezvényre, és bátran, tehát ők egy nagyon befogadó és vidám közösség. So, thank you for your kind attention, and if you have some questions, I can answer them. Köszönjük szépen a figyelmet, de nyugodtan kérdezhettek is, tehát nagyon szívesen válaszol minden kérdésre az orosz közösségekkel kapcsolatban, viszont nekem van egy kérdésem előtte, hogy egy-egy rendezvényen, mondjuk a versenyben hányan is vannak. So, I have a question. If you have a contest in Russia, a cosplay contest, how many people enter this contest, or how many apply, and how many can go on the stage? The last convention I visited in the summer was StarCon, held in St. Petersburg, and they had like 2,000 applications, and they've chosen like 200 maybe people. That's a lot, really. So, hatalmas számokat kaptam. Tehát azt mondja, hogy például nyáron a legutolsó rendezvény, ami éppen volt, Szentpéterváron, 2000 cosplayes jelentkezett a versenyre, tehát 2000, és ebből a 2000 főből 200-at engedtek színpadra. Tehát így el tudjátok képzelni, hogy mennyivel nagyobb az a közösség, mint ugye a mi közösségünk. I think this is really amazing. I don't think we ever saw so many contestants in a contest before. Well, this is a kind of special contest and contest because people from all over the regions come to this contest and contest even from the Far East. So it's a really famous contest. Yeah, and back in 2015 we had 600 cosplayers participating. Tehát ez egy azért is speciális rendezvény, mert rettenetesen népszerű a cosplayeseknél, tehát teljes egész Oroszországból jönnek ide cosplayesek, ugye mivel említettem az elején, hogy ők inkább a saját régióikban vannak, és a saját rendezvényeikre mennek, de ide még az ország másik feléből is jönnek, és volt olyan az egyik évben, hogy ezen a rendezvényen 600 versenyző volt. Do you know maybe how much time it takes to travel if someone lives in the other part of the country and wants to come to this contest? Because Russia is really huge. If these people decide to take a train from Far East, for example, it will take 7 days to come. Ez is egy érdekes dolog. Ugye megkérdeztem azt, hogy mivel mondta, hogy van, amikor az ország másik feléből is jönnek, és hogy ezeknek az embereknek például mennyit kell utazniuk akkor, ha a saját országukon belül, mondjuk a keleti részből át szeretnének menni erre a versenyre a nyugatira, és hát ez is egy megkapaszkodó szám. Azt mondta, hogy ha a vonatot választanák, akkor 7 napig kellene vonattal utazniuk ahhoz, hogy elérjenek Szentpétervárra. Van-e kérdésetek, amit szívesen megkérdeznétek? Bárkinek bátran, bármilyen butaság lehet. He wants to know what your very first costume was and when did you start it? Cosplaying. My very first cosplay was Rosalind Lutes from BioShock Infinite.
And well, should I say when did you start cosplaying? Yeah, I started cosplaying in 2014, maybe, yeah. And I get acquainted with a girl via the internet. And the next day she said, would you like to make a cosplay? And I said, like, yes. And I didn't know this girl, and I was like, why not? And this is what is my long start of my long journey to the world of cosplay. Ugye 2014-ben kezdett el cosplayezni, tehát össz-vissza 3 évvel cosplayezik, tehát ez is mutatja, hogy ha belefektetik ugye ők az energiát, milyen messze jutnak ennyi idő alatt, hogy a Bioshockból öltözött be először, és ez minden úgy indult, hogy egyszer csak megkérdezte egy barátnője, aki cosplayes volt, hogy nem akarsz egy cosplayt készíteni? És azt mondta, hogy végül is, miért ne? És így megszületett az első cosplaye. Van-e egyéb kérdésetek? Bármi, akár a versenyek kapcsán? That's a very interesting question too, because in Hungary the contests are really craftsmanship centered and the people really want to make everything themselves, and sometimes cosplayers, some cosplayers look a bit down to other cosplayers who bought the cosplay, and he would like to know if his costume is bought. And he would like to know if he goes to your event, for example, to Russia, will other cosplayers look down to him just because he didn't make it himself? Or is it okay to buy a costume? Well, it depends really on the person, because, well, we have different opinions regarding that, but you can enter any competition you like with a bought costume, there is no problem. It's just when prejudging takes place, you say, like, I bought this and maybe I, well, I modificated it a bit, or I don't know, like, I was making some artistic things near the mirror to get into the character, and that will be considered as a plus to your cosplay, I don't know, cosplay in general, your I don't know how to say, okay, like character. Tehát igazániból ez megengedett, tehát be lehet nevezni egy versenyre, egyébként úgy, ahogy nálunk is be lehet vele nevezni a versenyre. A lényeg az, hogy amikor az előzsűrizés zajlik, akkor ugye meg kell mondani őszintén, hogy ez egy vásárolt jelmez, vagy mely részei voltak vásároltak, de ha mennyiben módosítasz rajta valamit, vagy tényleg nagyon nagy, tehát hangsúlyt fektetsz arra, hogy azért tényleg hasonlíts a karakterre, azt mind-mind plusznak értékelik mellé, tehát ebből nem csinálnak ők problémát. But I also want to say a few things about that, because we have many really famous cosplayers in Russia. They are famous worldwide. They are making money on their cosplay, and they are not doing their cosplay. I'm sorry, doing their cosplay themselves. No, thanks. And so they don't mind not making cosplay themselves, and they. And regardless, they are very famous. Tehát náluk is vannak Oroszországban például olyan cosplayesek, akik nagyon-nagyon híres cosplayesek, tehát nem csak Oroszországban híresek, hanem nemzetközileg is híresek, és ők például végig is celebnek számítanak, és ők sem zárkoznak ezzel attól, hogy tehát nem minden a saját kezük munkája. Tehát nem feltétlenül csinálnak mindent saját maguk. Maximum mondjuk nem versenye, de ők is vesznek hozzá dolgokat. And I have a question regarding to this, because when I was in Unicon in Latvia, there was a girl who ordered a cosplay from Russia and Jewelry, and it was really, really well made. So are there shops in Russia who specialize in cosplays, like really intricate designs and high quality cosplays? We actually have
a cosplay second hand shop. Yeah, I don't know how to call it. It's the only shop actually. We have like international shops. We are selling our costumes worldwide, but in Russia, amongst us, we buy costumes from each other sometimes. But well, I don't like that because I want my costume to be, especially for me, to be fit enough. I don't want to work it over when I buy it because I paid money. So I don't. Actually do that, and maybe she bought it on the second hand shop, I don't know. Tehát amit én kérdeztem végül is az az volt, hogy amikor Lettországban jártam, én ott zsűriztem cosplay versenyt, és akkor volt egy lány, aki a nagyon-nagyon gyönyörű ruhát viselt, és ezt Oroszországból vette, és ugye megkérdeztem, hogy ott vannak-e kimondottan ilyen boltok, ahol cosplayeket lehet benni, és nincsenek igazándiból, tehát náluk, ami érdekes, hogy ilyen használt cosplay boltok vannak. Tehát a cosplayesek, akik megunták a saját munkájukat, azok egyszerűen eladják például. Amit Felidé annyira nem szeret, mert azt mondta, hogy a saját munkáját azt ugye, nem, hogy úgy mondjuk gyerekeként kezeli, tehát az neki speciális, és azt ő nem szeretné másnak eladni, de nagyon sokan eladják például a jelmezeiket. Van egyéb kérdésünk? Tényleg bármi rendezvényel, cosplayel? Kifagytunk? So the question: if you would like to visit Hungary again sometime later, like trying other conventions, or just other conventions or discussion in general. So coming back to Hungary again sometime. The question is: if you would like to come back again? Yeah, I would definitely would like to go back because this is my first time here in Hungary, and I am so excited to be here because it's something totally new. And I'm a keen traveler, so I visited many countries, and this is hard for me to find something new, and this is something completely new and exciting. Ez teljesen új neki Magyarország, mert egyébként ő sokat utazik, tehát Európán belül is, illetve máshova is. Magyarországon most járt először, és neki ez egy teljesen új élmény, mert hogy mások vagyunk mi is, mint a többi ország. How many countries did you visit? Or did you visit Europe mostly, or did you visit the East, maybe? I was never visiting East, but I've traveled mostly throughout all Europe. I was in Africa. I was in the United States. I was in the UK. I was in this Scandinavian part. I visited everything because my parents are keen travelers, and when they were young and I was small, they were taking me all along with them, and that's how I visited everything and saw everything. Tehát igazániból keletre még nagyon például nem utazott, de járt már Afrikában, Amerikában, Európában nagyon-nagyon sok helyen, viszont járt, és most már itt nálunk is járt Magyarországon. Van-e még egyéb kérdés? That's a troll. No. So he will ask you if cosplay would be non-existent soon. How would you tell your grandchildren what did you do when you were cosplaying? What will I do if the cosplay will still exist when I am old? Yes, if you are old and there is no cosplay anymore, how would you explain your children what you were doing when you were young? I think I will find some synonym to this, call it theater, or maybe I would never call it something silly or crazy. I would definitely be proud of this and say that I was something near the artist or maybe an actor from Hollywood, but it was slightly different, but it was the same at the same time. Tehát ugye a kérdés az volt, hogy ha megszűnne a cosplay létezni, mire ő öreg lesz, akkor hogy magyarázna el az unokáinak, hogy ő mivel is foglalkozott, amikor fiatal volt? És hát erre azt a választ adta, hogy valószínűleg azt mondaná, hogy ő nagyon kreatív tevékenységet végzett, tehát olyasmi volt, mint egy
most akár egy színész, vagy valami bármi hasonló, tehát egy abszolút kreatív tevékenységként mutatná ezt be nekik. Egyéb kérdésünk van-e? So, why did you choose the character you are wearing now? So, what was your reason of choice? Because it's my favorite fandom. Yeah. That's what he wanted to hear. That's what he wanted to hear, I guess. You passed the test. Congratulations. Van-e egyéb kérdésetek? Bárkinek, bármilyen bátor kérdés. Telefonszámot nem kérdezhettek, de nekem megvan egyébként. Okay, I think we don't have other questions anymore, so I... Oh, we have questions. Ez nem fair, mert én nem értem. Tehát nem ér rosszul kérdezni. Sorry, I will answer in English, so everyone will understand. Sorry. Mi tetszett a legjobban Magyarországon neki? I haven't heard much about Hungary before I came here, so I may have seen something on TV, but I didn't remember it actually, and I really love old cities like medieval style or something like that, not the culture but the architecture, and I really enjoyed the food, and it's a shame I don't have much time here. It's like 1 or 2 days left for me to discover something beautiful in Budapest, but I would definitely return. Tehát igazándiból ugye pontosan úgy van ő is, ahogy mi, hogy nem sokat hallott még Magyarországról előtte, tehát lehet, hogy egyszer-kétszer megemlítették a tévében valami kapcsán. We have a pancreation. Tehát, hogy megemlítették egyszer-kétszer a tévében esetleg, de igazándiból nem igazán hallani sokat Magyarországról. És csak egy-két napja volt körülnézni. Annyit tudott róla, hogy vannak középkori stílusú városaink, tehát vannak öreg városaink, amik még megőrizték a régi formájukat esetleg, de nagyon élvezte a városnézést, és amit egyébként én kísértem őket a városnézésre, és meg tudom erősíteni, amit itt is mondott, hogy nagyon-nagyon oda-vissza vannak az ételeinkért. Tehát, hogy rengeteg olyan étel van, amit nagyon tetszett nekik, és kipróbáltak, és tényleg abszolút a magyar ételekért oda vannak. Van-e még kérdés? Bocsánatot kérek, de kit cosplayes? He just asked the character what you are cosplaying because he didn't know the character, but Dark Souls. Yeah, it's Dark Sun Gwyndolin from the first Dark Souls. Egyéb kérdésetek? Which was your favorite cosplay you ever did, and how much time did it take to finish? Hard choice. I have two cosplays actually. One I love and one I hate, but it is love-hate relationship, so I will name both. This is actually my one of my favorite, no, it's the most favorite costume, this is the one. Because this is actually my favorite character, and sometimes I make characters I don't really, I know them, but I don't really love them, but I love the design maybe, and that's why I make them. And this is what the first time, or maybe the second time I've chosen, because my heart wanted to so badly to make this cosplay. And the second one I will tell after you translate.
Tehát lényegében ugye ezt szereti a legjobban, ezt a jelmezét. Vannak olyan cosplay, van olyan cosplay is, amit azért csinált, mert mondjuk a design tetszett meg neki, tehát maga a ruha, de ezt a karaktert kimondottan azért választotta, mert a kedvence, ezért mindenképpen szerette volna elkészíteni ezt a jelmezt. And the second one that I hate actually, but I love what I hate. And this is the costume of Naga the Siren from Dota 2. I hate this costume because it took maybe half a year to make this costume. I made a three meters long tail, which was moving with the mono wheel. Tehát van egy olyan cosplaye is, amit egyszerre szeret és nagyon utál. Ugyanis ez egy Dota 2 karakter volt, és készített hozzá egy 3 méter hosszú farkat, ami végülis motorokkal működött. And this was actually very challenging and exciting and horrible at the same time, because this was nearly unwearable costume. But nevertheless, I managed to do this. I never participated in any contests in this costume because it's impossible to get me to the stage. Tehát igazániból elkészítette ezt a jelmezt, fél évet dolgozott rajta, de egy annyira nehezen viselhető jelmez volt, amit képtelenség volt felvinni a színpadra is. Ezért is szereti, mert jól nézett ki, de gyűlölte, mert viselhetetlen, és igazándiból soha nem nevezte be miatt egyetlen egy versenyre sem. And the thing that unites this costume, both of these costumes is that I use actually mono wheel in this costume and in the second one. So the mono wheel is the connecting part of these costumes. Tehát igazándiból ugye ezt a jelmezét pedig azért szereti, mert ugye ez például, ugye egyrészt amit mondtam, hogy a karakter maga kedvence, másrészt egy sokkal viselhetőbb, viszont ugyan kicsit hasonló technikát használt a két jelmeznél, tehát ez ami összeköti nála a két jelmezt. Van-e még kérdés? Unending questions. Are there any things in the cosplay or community or the whole thing that you really like in cosplay and that you really hate in cosplay? It can be everything, like you can hate if cosplayers hating each other, or if you can love that they support each other. So anything you can say, that what you love, like, and in disadvantages and advantages in my own opinion, or something like I like, I don't like. Yes. So it can be anything that you like about cosplay and that you don't like about cosplay. Like I would say that in Hungary, I don't like it. Cosplayers can hate each other because of contest, for example. Okay. And I love that people are so creative and everything, but so what's it for you? I got the point. Okay. Let's start with I don't like, which with things I don't like. Well, I don't like that there are some people who can, well, damage or spoil your costume because your costume is better. And the second one I don't like, the second thing I don't like, that people literally do that, like when you are not watching your costume, like put something somewhere. Yeah, it was like two or three times I probably saw something like that, but it never happened again. But after that, I am permanently taking my costumes with me, regardless their weight or height, or regardless how uncomfortable it would be to take it home and then back to the convention. Someone left the costume in the changing room, and then he came and it was spoiled. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, mondjuk én erre még idehaza nem láttam példát, és ne is lássunk erre példát. De ugye, mint mondtuk, hogy az orosz cosplayesek ugye szeretnek minél jobban túltenni egymáson, de a féltékenység ott is létezik, és többször is előfordult már olyan,
hogy az egyik cosplayes megrongálta a másiknak a jelmezét. Tehát mondjuk letett az egyik cosplayes valahova valamit, legyen ez egy bármilyen fegyver mondjuk, és mire visszament, addigra tönkre volt téve az adott jelmez. But I think this kind of stuff happens in every industry, in the modeling industry, in the artist industry, etc., etc. So it's not very uncommon to the world and not unique to Russia. So and that is the probably one thing that comes to my mind as the disadvantage of the cosplay or like point I don't like. And the thing I love is that we have a very tough critical impact on us because we get all this impact exclusively via the internet. So nobody will come to you and say like I don't like your costume. They will see you, don't like you, and then they will come to the come home and write something down in the internet, and everyone will see that your costume they didn't like your costume. So this is like a motivation for us to keep going, keep doing better. And I think some consider it bad, but I consider it good because it makes our level grow or at least stay in the high level. Tehát igazániból náluk viszont nincs olyan, hogy amit nálunk ugye ez a, mi a netes trollkodásnak mondjuk, de nincs olyan, hogy valaki oda megy egy cosplayeshez és azt mondja, hogy te neked tök szar a ruhád. Tehát ilyen náluk nincsen, hanem próbálnak az emberek szupportívak lenni egymással, pozitív kommenteket hagyni, hogy igenis jó voltál, jó lesz ez, csak így tovább. Tehát teljesen abszolút próbálják egymást motiválni az orosz cosplayesek, illetve még maguk a látogatók is. Van-e még egyéb kérdés? Lassan letelik az időnk. Tetszik, de? Szeretnék egy tapsot kérni Felidének, hogy itt volt velünk, és mesélt nekünk Oroszországról. És hát, ahogy mondta, szívesen látnak benneteket is, ha meglátogatnátok egy orosz rendezvényt. Köszönjük szépen. Thank you so much. Thank you. Enjoy your time.